Néhány váratlanul szerény teljesítmény után fogadta a sepsiszentgyörgyi sepsiszék a török Elazığ İlözel İdare csapatát a női kosárlabda Európa Kupa csoportkörében. A házigazdák játéka ezúttal sem volt a legmagasabb szinten, de győztek, így versenyben vannak a továbbjutásért. Elsősorban az első és a negyedik negyedben tudta megalapozni a győzelmét a sepsiszentgyörgyi sepsiszék női kosárlabda csapata a török Elazığ elleni Európa Kupa találkozón. Ha védelemben úgy, ahogy jól működtek a dolgok, támadásban nem igazán találja a fonalat a csapat. Miután a belföldi bajnokságban váratlanul kikapott Szatmárnémetiben, az Európa Kupában alul maradt az ukrán Prometei Kamenskoje otthonában, és csak szoros meccset tudott nyerni Konstanca ellen, a török ellenféllel sem játszott jól Zorán Mikes csapata. Látja ezt a csapat vezetősége is. Rusz István menedzser elmondta, egy hetük van rendezni a sorokat a jövő heti Győr elleni Európa Kupa találkozó előtt. Ez úgy gondolom, hogy nem lesz elegendő a következőkben, szeretnénk tovább fejlődni, lehetőségünk van igazolni játékos, lássuk, hogy sikerül-e ez idő alatt, de mindenképp biztató az, hogy győzelemmel hangoltunk a következő Európa Kupás meccsre, szabad hétvégénk volt, ez alatt következik, úgyhogy ez alatt tudunk még gyakorolni, és várjuk következő csütörtöki Győr elleni mérkőzésünket. A sepsisziknek egyelőre egy győzelme és egy veresége van az európai sorozatban, és szerdán 19 órától fogadja az Uni Győr csapatát, majd egy héttel később a Prometeinek próbálhat majd visszavágni, szintén a Sepsi arénában.